Karácsony Gergely beismerte, hogy csődbe vitte a fővárost, erről ír a Mandiner. A főpolgármester az ATV-ben ismerte be, hogy csődbe vitte a fővárost. A Mandiner emlékeztet rá, hogy Tarlós István 214 milliárd forintos megtakarítás alatt állt a főváros vezetését 2019-ben, ebből azonban mostanra semmi sem maradt. A város pénzügyi helyzetéről sokat beszéltünk ebben a műsorban, ez nyilván a békaság alatt van. Így jellemezte Budapest pénzügyi helyzetét Karácsony Gergely az ATV-ben. Szó szerint úgy fogalmazott, idézem, a békaság alatt van a főváros anyagi helyzete. Ez nyilván a békaság alatt van. Bocsánat, hogy ilyen pestiesen szóltam. A főpolgármester azonban arról már nem beszélt, hogy 2019-ben több mint 214 milliárd forintos megtakarítással vett át a fővárost Tarlós Istvántól, és arról sem beszélt, hogy Budapest adó bevételei azóta évente több 10 milliárd forinttal nőttek. Ez nyilván a békaság alatt van. Jó, üres kasszával megyünk 2024-nek mi budapestiek ezek szerint. Így van. Semmi sem maradt a rekordméretű tartalékból, Budapest hitelből működik, ismerte be nemrég Karácsony Gergely helyettese Kis Ambrus. Egy intézkedési csomag nélkül már az idei évet sem tudnánk végigcsinálni. De a főpolgármester is folyamatosan beszél arról, hogy csődközeli helyzetbe került Budapest. Veszélybe került a városi közszolgáltatások finanszírozása. A balliberális főpolgármester hónapok óta riogat azzal, hogy nem tudják tovább finanszírozni a közszolgáltatások működését. Ekkor azt is bejelentette, hogy bizonyos adókat nem fizetnek be. Nagyon súlyos másságokat kellett kezelnünk. Miközben Karácsony Gergely csődről beszél, titokban majdnem 50 fővárosi vezetőnek adott jutalmat, összesen 300 millió forint értékben, ahogy a főpolgármester 42 tanácsadójának is 400 millió forintot fizet évente Budapest. Ön szerint hova tűnt az a több 100 milliárd forint a főváros számlájáról? A válsághelyzetről beszélő Karácsony Gergely viszont arra nem hajlandó válaszolni, hogy hova tűnt Budapest több mint 200 milliárd forintja. A felelősséget egyszer sem vállalta.